Ha Márton nap és kaposztekcső, akkor a helyben élőknek, de a környékbelieknek is azonnal beugrik a település általános iskolája. Több mint két évtizede ugyanis már a német nemzetiségi nyelvoktatásra szakosodott alapfokú oktatási intézmény szolgáltatja ekkor a műsort. Régebben a felső tagozatosok voltak a főszereplők, ám ma már legalábbis ezen a Márton napon a szülőket, nagyszülőket megörvendeztető módon a kicsik lepték meg, elsősorban egy színvonalas zenés, táncos, verses előadással a nagy élmény. Es war ein sehr, sehr weiter Weg zum Stadt und Martin war froh, dass er seinen warmen Mantel hatte. A német nyelvtanulásban jól haladó kisebbek, nagyobbak először ezen a nyelven közölték Szent Márton legendájához fűződő történeteket. Tekintettel arra, hogy ez alkalomból ültek a felvisített tornateremben, németül egyáltalán nem, vagy csak kevésbé tudó, nem maradt el szintén a diáktársaktól a fordítás sem. A nemzetiségi nyelvoktatás keretein belül minden nap van a gyerekeknek német órája. Ez német nyelv és irodalom órát takar, tehát nyelvet tanulunk, irodalmi szemelvényekkel foglalkozunk, költőkkel, írókkal, különösen a magyarországi németek műveivel, és minden iskolában hagyomány, hogy ezt egy műsor formájában is úgymond megünneplik, hogy német nemzetiségi nyelvet tanítanak, és a környékbeli iskolákban ez egy közös hagyomány, hogy a Márton napján tartjuk ezt a kis ünnepet, annak örömére, hogy mi németet tanulunk. Nincs könnyű helyzetben a német nemzetiségi kultúra elsajátítását illetően kapcsolatban. Otthon ugyanis már nem tudnak munkát, ritmusokat, szokásokat a szülőktől a gyerekek, tudtuk meg a kaposztekcsői német kisebbségi önkormányzat vezetőjétől. Ezt is az iskolának kell pótolni, kellő autentikussággal, amiben természetesen a kisebbségi önkormányzat a maga módján igyekszik segíteni. Itt a pedagógusok tényleg szívügyeknek tekintik a nyelvoktatást, a szokások ápolását és a német nemzetiségi kérdést is. Nagyon együttműködően tudunk dolgozni a pedagógusokkal, a német nemzetiségi önkormányzattal. Külön programokat együtt szerveznek, ők támogatnak a mi programjainkba, és mi próbálunk egy kicsit anyagilag segíteni az iskolának ezügybe. Szervezünk német színházlátogatást is, amit a nemzetiségi önkormányzat finanszíroz nagy szeretettel, mert úgy gondolom, hogy a német színház is nagyon fontos. Magyarországon egyetlen német színház a Szekszárdi Deutsche Bühne, és nagyon fontos, hogy ez megmaradjon, és csak úgy tud megmaradni, hogyha vannak látogatói, vannak közönségei, van közönség, és ebben mi ezt mi szívügyünknek tekintjük, és szívesen segítünk ebben. A német nyelvoktatásra és a német nemzetiségi kultúra oktatását kiemelten kezelő középiskolák okkal reménykedhetnek, lesz még több őket választó diák a kaposztekcsői általános iskolából. Nagyon jók a visszajelzéseink a középiskolákból. Szerencsére nagyon sok pozitív hír jön vissza az elbalagott tanulóinktól, hogy megállják a helyüket németből. Mindez a Márton napi ünnepi műsorban is sokak örömére felfedezhető volt. A Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezett a döbrököziéknek hagyományteremtő szándékkal Márton napi programot. Ehhez csatlakoztak a Német Egyesület, a Döbrököközi Mesevilágóvoda és az általános iskola programjaikkal. A német nyelvterületen nagyon régóta ünnepelték a Márton napot lámpás felvonulással, és ezt a hagyományt szeretnénk továbbvinni, és ezt a hagyományt szeretnénk megőrizni. A
A legfiatalabbak szüleikkel az óvodától indultak, az óvodők vezetésével, a saját készítésű lámpásaikkal, majd hozzájuk csatlakoztak az általános iskolások, a pedagógusok, a döblőközi hagyományozók. Szabó Györgyné, a Döblőközi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, immáron negyedik éve szervezik az ünnepségeket. Számukra öröm, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan egyre többen vesznek részt a rendezvényen, és remélik, hogy a közeljövőben is sikerül ezt megőrizni. Örvendetes számunkra, hogy minél több résztvevőt számolhatunk. Nagyon sok a gyerek, szülőkkel, nagyszülőkkel egyetemben eljönnek, részt vesznek ezen a rendezvényen, és reméljük, hogy a közeljövőben is sikerül ezt továbbra is megtartanunk, megrendeznünk, és hogy még több érdeklődőt tudunk bevonzani. Ezt a rendezvényt a közösségépítés szempontjából rendezték meg, hogy a falut minél jobban összekovácsolják, benne a fiatalokkal és az idősekkel egyetemben. Szeretnénk, hogyha a falu közösségét össze tudnánk úgy kovácsolni, hogy abból egy teljes egész legyen benne a fiatalokkal is, az idősekkel egyetemben.